történet 1946-ban játszódik Bécsben. A magyar válogatott szövetségi kapitánya Gallovich Tibor megvette álmai fényképező gépét az osztrák-magyar barátságos mérkőzés előtt. Nagy lelkesedéssel próbálgatta, ahol csak tudott, fotókat készített vele. A pihenő után elhagyta csapatával a szállást, és a Práter felé vették az irányt. A nyakában természetesen ott lógott a börtökben a hatalmas masina. Beérve a parkba, megkérte a fiúkat, hogy álljanak össze egy fénykép erejéig. A börtökhöz nyúlt, majd a következő pillanatban dühösen felkiáltott. Ezt kitette! Fényképező helyett egy tégladarab lapult a kezében, amelyet azonnal a bokrok közé dobott. És én ezt cipeltem a szállástól idány! A visszaemlékezések szerint Puskás Ferenc egy fa mögött szinte fuldoklott a nevetéstől, mivel ő cserélte ki a fényképezőgépet. Mészöly Kálmánnak rengeteg emlékezetes és humoros sztoria van a múltból. Ezeknek általában a focin kívül a világsztárok és az italos üvegek is visszatérő szereplői. Ez a történet 1971-ben történt meg a magyar válogatott játékossal és a csapattársaival Brazíliában. A magyar csapat egy dél-amerikai túra alkalmával Peléék ellen játszott egy barátságos mérkőzést. A meccs után megvendégelték a magyar játékosokat egy szállodában. Egy hatalmas asztalt ültek körbe, és hát megkívánták a viszkit. De ekkor azonban Pelé odaszólt Mészöly Kálmánnak, hogy próbálja ki kólával. Mivel a nagy nyilvánosság előtt nem akartak alkoholt fogyasztani, bemásztak a hatalmas asztalok alá. Peléék pedig adogatták le a piákat. Végül az elbújás jó döntésnek bizonyult, mert az edzők már keresték a magyar játékosokat. De hála a hatalmas asztaloknak és a nagy tömegnek nem találták meg őket.